Hol nézted Áron döntőjét? Otthon néztem a gyerekekre is. Rá erőltetve idézőjelben a sportnézést, ott ugráltunk a kanapén együtt. Hát azt hiszem, hogy mindannyiunk számára ez egy fantasztikus eredmény, de szerintem ti vívók tudjátok a legjobb, hogy tényleg ez elképesztő egyáltalán. Mit tudsz mondani erről, hogy valaki meg tudta nyerni a harmadik olimpiáját egyéniben? Hát igazából tényleg lassan Áronra elfogytak a jelzők, olyan szuperlatívuszokban tudunk csak róla beszélni, ő egy hihetetlen profi és céltudatos versenyző. Azt tudtuk, hogy ha valaki meg tudja csinálni, az Áron, és tényleg ez a magabiztosság, amivel a pástra lépett az összes asszójában, szerintem kevés ellenfél hitte el, hogy egyáltalán keresni valója van ezekben az asszóban. Talán a grúz ellenfele volt, aki egy picit próbált egy kis borsot törni az orra alá, de szerencsére neki sem sikerült. Tényleg, aki kétszer meg tudja védeni vívásban az olimpiai bajnoki címét, az hát egyelőre egyébként is példátlan volt. Ő az első, aki ezt férfi kardvívásban sikerült megcsinálnia. Nagyon-nagyon örülünk neki, hogy a vasas neveltje, akinek ezt sikerült, és örülünk, hogy végre itthon van. És azért lesz kihívás, most már egy szakosztály társának is kérdezlek, mert hát ugye nagy roham volt, amikor nyertetek Rióban, és hát gondolom ez most folytatódni fog, biztos, hogy sokan akarnak majd vívni a vasasban. Igen, szerintem mindjárt megyünk, elkezdjük kitolni a falakat a vívóteremben, hogy nagyobb legyen a hely. Tényleg nagyon reméljük, hogy ez lesz a problémánk ősszel, hogy hova rakjuk a sok érkező vívni vágyó fiatal gyereket. Milyen ilyenkor egyébként hazajönni egy nyertes olimpiára, ezt kevés embertől tudom megkérdezni, de neked milyen volt ez, amikor Rióba hazajött, és akkor először találkoztál a szerettekkel? Az egy fantasztikus élmény, talán még most is kiráz a hideg, hogyha erre gondolok, hogy milyen volt belépni, ugye akkor mi a szimacsarnokban érkeztünk, mert én megvártam az olimpia végét, ugye akkor még lehetséges volt az, hogy az ember végig kimaradjon és drukkoljon a többieknek. Hihetetlen volt az a szeretet, amivel fogadtak minket, az, hogy a családomat láthatom ennyi idő után. Áron ezt most már háromszor átélhette. Szerintem ő is nagyon-nagyon boldog, hogy végre itthon van, és magához lehette a feleségét. Köszönöm szépen!